A magyarok közel fele belföldi szállodában üdülne a koronavírus korlátozások feloldása után. A feloldása után a hotelek által nyújtott élmények közül leginkább a svéd asztalt, a teljes körű kiszolgálást, valamint a szabadidős programokat és a szórakozási lehetőségeket várják a válaszadók. Ez derül ki a Danubius Hotels és az Opinio piackutató friss reprezentatív felméréséből. A Karcag TV-hez eljuttatott közleményükben ismertetik, az első idei nyaraláskor leginkább arra vágynak a választadók, hogy megpihenjenek egy tóparton, felfedezzenek egy új várost, beüljenek egy étterembe, igénybe vegyenek egy wellness szolgáltatást, valamint együtt kocincsanak a barátokkal. Tavaly minden tizedik megkérdezett a járványveszély miatt döntött úgy, hogy a külföldi pihenés helyett egy belföldi hotelt választ a kikapcsolódáshoz. A felmérés szerint jelenleg már a magyarok 43%-a tervezi, hogy magyarországi szállodában üdül a koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozások feloldását követően. A válaszadók döntő többsége, 83%-a elsősorban az interneten néz utána a szabadidős programoknak, de sokan spontán, 42%-ban, vagy ismerősök ajánlásai alapján 31%-ban választanak szabadidős tevékenységet. Az idei nyaralást a magyarok 43%-a családdal, 31%-a párjával kettesben tervezi eltölteni. A megkérdezettek ötöde nem tervez nyaralást az idén.